Az intézmény felhasználói már javában készülnek a karácsonyi ünnepekre. Például ilyen gyönyörű képes lapokat és borítékokat is készítenek itt. Nézzünk egy kicsit körbe az intézményben. Karácsonyi dalok mellett ünnepi hangulatban folyik a munka a Bárkában. Minden felhasználó megtalálja a neki tetsző foglalkozást. Hegedűs Gabriella éppen a tasakok elkészítésén dolgozott. Ilyen fával. Fának. Én mutatom meg, hogy kell csinálni. Mert Ibolyánál profi vagyok. Ő mutatta meg. Én azóta, ahogy elkezdtem ide járni, azóta folyamatosan. Az intézmény varrodájában sem állt a munka. Ott jártunkkor is több ünnepi hangulatú kelléket gyártottak a szorgos kezek. Apci Ágota segítkezett a munkálatokban, aki elmondta, minden nap jó hangulatban telik itt. Maszk, nyakpálna, ilyen táskák, meg ilyen kis tevítők. De hogyan tudsz részt venni a munkában? Hát én úgy, hogy vágom a szivacsokat, meg besegítek a záginak a szivacsvágásba. A gölöncsérműhelyből mindig igazi különlegességek kerülnek ki. Az asztalok most tele vannak szebbnél szebb karácsonyi dísztárgyakkal. Szalvéta gyűrűk, fenyőfa formájú díszek, angyalkák is találhatóak itt, de a kis Jézust és szüleit ábrázoló dísz is készült már a műhelyben. Itten csak a agyaggal. Hogyan kell velük dolgozni, minden dolgozok az agyakkal? Ha gyúrni is, meg formázni, minden nap. A mai nap folyamán miket készítesz el? Hát ilyen alkotásokat. A napközi műhelyeiben folyamatosan zajlanak a foglalkozások egész évben. Karácsonykor sincs ez másként, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a beszélgetésekre is. Nekünk elég jó a napi rendi beosztásunk, ami azt jelenti, hogy nem azzal kezdünk, hogy rögtön a mély vízbe, és nem a műhelyekkel kezdünk, hanem van egy reggeli, egy beszélgető kör, amikor tulajdonképpen ráhangolódunk az itteni létre, mert nagyon fontos az, hogy beszélgessünk arról, mi volt tegnap veled, és odafigyeljünk arra, hogy mit mond a másik. Az intézményben készült ünnepi alkotások egyébként megtekinthetőek és megvásárolhatóak a napköziben, a Facebook oldalukon vagy a helyi turisztikai információs központban.